billentyűvarázs, a klasszikus zene és a jazz improvizáció találkozási pontja volt egy hétig a zeneiskola, ahol második alkalommal rendezték meg a Farkas Ferenc zongoratábort és mesterkurzust. Édes Teher, a 145 évvel ezelőtt született Heltai Jenő zenés bohózatával ért véget a Kanizsai Nyári Színház. Kohézió, idén is megrendezték a Zalai Nemzetközi Művésztelepek záró kiállítását. A HSMK-ban látható tárlat szeptember 10-éig várja az érdeklődőket. Köszöntöm Önöket! A Kanizsa Televízió kulturális magazinját látják. Mai adásunkban elsőként a Farkas Ferenc zongoratáborról és mesterkurzusról lesz szó. Ide kifejezetten tanári vagy művészi terveket dédelgető növendékek jelentkezhettek második alkalommal. Egy hetet töltöttek a zeneiskolában, ahol a legjobb szakemberek segítsége mellett bontogathatták a szárnyaikat a fiatalok. Tavaly is voltam, és nagyon-nagyon jól éreztem magam itt, és hát úgy gondoltam, hogy most is ugyanolyan lesz, mint tavaly, és még fejlődhetek bőven. Szóval eljöttem. Azt mondod, hogy szeretnél ugye fejlődni. Melyek azok a területek, amelyeket szerinted még csiszolgatni kell? Mi az, amiben fejlődni szeretnél? Jazzben még nem igazán tudok úgy sok mindent, szóval próbálok úgy a többi irányzatba is elindulni, és akkor úgy talán többet elérhetek majd. A tavalyiakból okulva próbáltunk valami jobbat, még többet nyújtani a gyerekeknek, hiszen ez egy kicsit olyan, miután itt nagyon tehetséges, kiváló zongorista gyerekekről van szó, hogy mind egy olimpián, tehát adjuk hozzá azokat az egyebeket, mint például egy sportolónál, a gyúró, az orvos, nem tudom micsoda. Itt meg hozzáadtuk most a jógát, a zenei munkaképesség, gondozás, órákat, hogy ezek a gyerekek ne csak a mindennapi gyakorlással készüljenek fel, hanem kapjanak valami pluszt az életben, amit tovább tudnak vinni, hogy kell kilazítani egy elfáradt izmot. És az előadások is tulajdonképpen ezt a célt szolgálják, hogy ott pedig kapjanak valami olyan tudást, ami egy kicsit kitekint a világba, akár a jazz, akár a zenetörténet, akár a pszichológia, mert ilyen is lesz most. Nekem ez pedagógiailag egy érdekes feladatot jelentett, hiszen a Bartókban, ahol tanítok jazz tanszakon, és a Zeneakadémián is természetesen olyan nebulókkal találkozom, akik már némi megalapozottsággal jönnek az iskolába, hiszen felvételizniük kell, tehát az alapvető dolgokkal tisztában vannak. Ezek a hallgatók itt úgy jöttek ide, hogy eddig még a javarésze egy-egy kivétel van azért, tehát akik még nem, hogy jazz nem játszottak, de még nem is improvizáltak, tehát ő nekik teljesen a kottához az való ragaszkodás, és a klasszikus zenedarabok minél magasabb szintű előadása volt a cél. Na most, hogyha elveszük előlük a kottát, akkor kicsit úgy megijednek, és minthogyha becsuknák a szemüket, és úgy kéne közlekedni a városban. Nincsen támpont. Éppen ezért megvannak azok a pedagógiai módszerek, amik átvezetik a kötött muzsikából a szabad muzsikálást. Tehát nekem is vannak olyan gyakorlataim, amik nem jazzkották, hanem kétkezes leíratok, és akkor egyre szabadabb lesz a dolog, és így szépen sikerül átsiklani a szabad muzsikálásba, az improvizációba, ami persze nem úgy értendő, hogy annyira szabad, hogy azt lehet csinálni, amit akarnak, hanem megvannak annak is a törvényszerűsége, és ezeket a törvényszerűségeket kell nekik betartani, elsajátítani, hogy aztán kotta nélkül is tudjanak zenét szerezni, hiszen az improvizáció is egyfajta zeneszerzés.
Nagyon tetszett a tavalyi tábor is, és gondoltam, hogy idén is eljövök, mert nagyon jó, és sokat lehet tanulni. És hát sok minden történt. Voltak versenyek, volt egy csomó fellépés, és most megint itt vagyok. Azt nem árultad el, de ugye szerepeltél a Virtuózokban, ott milyen élményeket szereztél, illetve a zongoratáborban tudtál-e szerezni olyan tudást, amit aztán a verseny során mondjuk kamatoztattál? Igen, hát a tavalyi táborban azt a darabot is gyakoroltuk, amit a Virtuózokban eljátszottam, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat segített ez. Vannak, akik már bátran felmennek a színpadra, és jól érzik magukat a pódiumon, és igyekeznek, hogy minél jobban megmutassák magukat. Ezek tényleg színpadra termettek ezek a gyerekek, és úgy érzem, hogy ezzel, hogy én ezt a műfajt próbálom tanítani nekik, gazdagítom a zenei világukat, és bízom benne, sőt a tapasztalatom azt diktálja, hogy ez az ő fő területükre is jó értelembe vett hatással van, hiszen hogyha megfigyeljük a világban zajló zenei folyamatokat, azt tapasztaljuk, hogy különböző zenei műfajok most nem elhatárolnak egymástól, hanem ellenkezőleg hatással vannak egymásra. Úgy, ahogy az improvizáció és ezen belül a jazz és a klasszikus zenére fordítva, ez már régebben megtörtént természetesen. Úgyhogy ezek a hatások újabb zenei műfajok kialakulását eredményezik, és éppen ezért, hogy ezeket a hatásokat tapasztalják, azt hiszem, hogy épp ideje a magyar zeneoktatás minden területén bevezetni az improvizáció oktatását. Hát ezen vagyunk, és ennek az egyik lépcsőfoka ez a tábor. Tavaly nagyon-nagyon jól éreztem a táborban magam, és hát egy meglepetés is volt, mert maga Nagykanizsa város is nagyon-nagyon tetszik, és hát a társaság is rendkívül jó volt, és egy tökéletes módja, hogy felkészítsen a tanévre. Egy picit a zongorás múltadról, hogyha fogalmazhatok itt, tehát arról mesélj nekünk egy picit, mióta zongorázol, milyen versenyek, fellépések vannak mögötted? Én 7 éves korom óta zongorázom. 2 éve tanulok az Eckart Gábor tanár úrnál, és idén felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és többek között a Műpában is feléptem 2 alkalommal, és számos egyéb kisebb rendezvényeken is. Manapság úgy általában a fiatalok azok kevésbé szeretik a munkás hobbikat. Tehát ott, amikor sok energiát kell befektetni, mondjuk a gyakorlás az eleve egy nagyon faramúci munka, rengeteg önreflexióval jár, rengeteg magányossággal jár, nem a barátaimmal vagyok, hanem a hangszer. Tehát egyik oldalról jogos a fölvetés, a másik oldalról ezek a gyerekek mind egytől egyig gyerekek, hát felnőttek már, mind egytől egyig elkötelezettek. Egyszerűen a zene megszólította őket, most ilyen szépen fejezem ki magukat, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt, ami bennük rejlik, tehetség, képesség, ambíció, azt minél hamarabb felszínre hozzák. Na most ebben a pillanatban már nem kérdés az, hogy dolgozunk itt, akarunk idejönni, akarjuk fejleszteni a tudásunkat, hát persze, hogy akarjuk. Édes teher, avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet. Ezzel a bohókás darabbal búcsúzott a Kanizsai Nyári Színház. A 3 előadásból álló sorozat utolsó produkcióját az Éles Színtársulata hozta el. A 2009-ben alapított magánszínház a sokak által kedvelt Heltai Jenő egy kevésbé ismert darabját állított a színpadra. Miért van, hogy bánik, mondta bárjuk, kérnek válaszok, nem? Sose igen, nem. Készire, nálunk még egy pohár, ez is mit a határ, rajta van. Miért van, hogy mind a kettő folyton arra nyilatkozunk, hogy minden vitatkozunk, aminek a tetején.
szivakodnak kékesiék, 3 éves házasságuk alatt nem először. A helyzet ráadásul már odáig fajult, hogy a pár válni készül. Jobban ragaszkodom a vállásról, mint valaha. A számból vettek ilyet, bármilyen sem egyetértünk. Először, mióta férjünk szeretnék vagyunk. Az Isten hozzától már csak egyetlen lépés választja el a két főhőst. Lenke ragaszkodik hozzá, hogy Tamás még a papírok aláírása előtt gondoskodjon új vőlegényről és hozományról. Ez a darab ez azért nagyon aktuális, mert a házasság értékeinek a felbomlása, a házassági kötelék fellazulása az jellemző ma, és ugye ez bohózati formába vezet végig minket azon a gondolati úton, hogy talán humorosan érdemes megvizsgálni, hogy akivel összekötöttük az életünket, nem az é a legjobb. Várjunk! Mit csinált, ho? Várunk, kedves, maga várunk! És azt hiszitek, hogy én erre áldásomat adom? Soha! A maga áldás egyszer már nem sikerült. Heltait nagyon jó játszani, mert egy olyan egyéni szellemessége van, amit nagyon szeret a közönség. Na most ez a 1930-as években játszódik, egy olyan igazi békebeli zenés vígjáték, és rengeteg dal van benne, úgyhogy tulajdonképpen én a Vidám színpadon voltam 50 évet, és rengeteg zenés vígjátékot játszottam Vasaritól, Molnár Ferenctől, és több év óta már mint vendég is voltam az Éles színben, de most átszerződtem az Éles színbe, és itt játsszuk ezt a darabot együtt. A kékesi házaspár bőrébe nyertes Zsuzsa és Mesterházi Gyula bújt. A darabban szereplő 12 színész között nem csak a munkakapcsolat jó, régi barátságok is összekötik őket. Én a Nyertes Zsuzsival kezdtem úgy, hogy ő oda került a Vidám színpadra, és van, aki forról szereti, be ő játszott a Marilyn Monroe-t, és abban én voltam a karmester. És gyakorlatilag több mint 20 éve együtt játszunk. Úgyhogy most én őt megkaptam, én vagyok a mamája, és ebben is énekelünk, táncolunk, sőt, hát miután én nagyon régen steppelek, úgyhogy steppelek is benne. Kékesiék, nem túlzás, szó szerint elmennek a világ végére is, csak hogy új férjjelöltet találjanak. Utazásaik során ismerkednek össze egy furcsa trióval. Mi hárman vagyunk az ifjú pár? Bár én csak a csendes társ vagyok. Ugyanis én vagyok a zeneszerző, ő itt az író, és itt középen áll a primadonna. Szóval ők ketten szeretik egymást, én pedig szeretem őket. Így mindhárman boldogok vagyunk. Én Páku Lévért alakítom a zeneszerzőt, és egy kis hármasunk van Kondákor Zsófi kolléganőmmel és Heller Tamással. Mind a kettőket nagyon szeretem, és nagyon jó velük játszani. Úgyhogy tulajdonképpen Tamás játsza az írót, Zsófi a primadonnát, én pedig a zeneszerzőt, és hát a mi kis hármasunk állandóan, vagy többnyire együtt mozog, és hát ilyen sok kis poénnal, meg nagyobb poénnal együtt épülnek ezek a karakterek. Nem volt nehéz belehelyezkedni, azt kell mondjam, hogy ez szívemhez közel álló szerep. Zsófival egyébként régóta ismerjük egymást, forgattunk és együtt, azt kell mondjam, most már elég régi jó munkakapcsolatunk van. Tamással ez az első előadás, amiben együtt próbáltunk. Játszottam már olyan darabban, amiben ő beugrott, azóta nagyon szeretem, és hát nyilván tiszteltem előttem is már, tehát természetesen ismertem őt, a munkásságát, de nagyon-nagyon nagy öröm vele dolgozni. A többiekkel pedig azt kell mondjam, hogy az egész csapattal, az egész stábbal együtt dolgozunk, tehát nincs olyan, hogy most valakivel olyan szorosabb a kapcsolat. Nyilván, mint minden
munkában van, akivel jobban kéz az ember, van, akivel rögtön ráhangolódik a másik tanos stílusára. Persze ilyenek vannak, de azt hiszem, a mi hármusunk az ilyen, tehát lehet ezt mondani. Bodor Géza szerint a sorozatbeli és a színpadi szereplésnek, bár egy tűről fakad a kettő, egészen más atmoszférája van. Az Édes Teher esetében 6-8 hetet szántak a próbákra, míg a napi sorozatban mindenki egyénileg készült fel a szerepére. Ott az egyik első jelenetem az a Rolival volt, Tóth Rolival volt, és nagyon emlékszem rá, hogy annyira jó kolléga volt, és valami nyelvbotlásom volt, és akkor aztán ő leállította a forgatást, és mondta, hogy vegyük még egyszer. Tehát más jellegű a munka, de ugyanakkor hát színészek vagyunk mindannyian, és azért hát csak együtt dolgozunk, meg mindenki arra törekszik, hogy jó legyen, amit csinálunk. És mennyi az ára, hogy olyan... Ezt másodszor vittem most színre, Budaörsön már megcsináltam, és abból a produkcióból 4 maradtunk, és a többiek mind új szereplők, nem az éles színnél újak, hanem ebben a darabban. És hát jó kedvű, tehát nem szeretnék közhelyeket pufogtatni, tehát ebben a darabban, amit a színpadon lát a közönség, abban sokaknak a ötlete, játékkedve benne van, és tükrözi a darab jó hangulata, a jó felkészülési időszak hangulatot is, tehát semmiféle rendezői dorgálásra nem volt szükség, a maga módja szerint jó tempóban jól tudtunk próbálni, mert élvezetes a heltai szöveg, és Zsolnai Péter barátom kitűnő zenéket írt hozzá, és dalszövegeket is heltai stílusában, heltai gondolatait, mint egy folytatva, és ő maga is részt vesz az előadásban, tehát vállalta, hogy minden előadást kísér. Heltai Jenő 145 évvel ezelőtt született augusztus 11-én. A társulat művészeti vezetőjének személyes kedvence a szerző, így ha alkalma nyílik rá, a kevésbé ismert darabjait is színpadra állítja. Heltai ugye a színpadainkon ma is jelen van, több darabját játsszák, és mi például a Néma Leventét 12 éve ezelőtt mutattuk be, és ma is repertoáron van, 120 előadás körül játszottunk abból a produkciónkból. Másrészt pedig én nagyon remélem, hogy Heltait majd többen újra felfedezik. És mikor nem tudják közelebb? Hogy tovább még hamar. Akkor ti kísérlek, jó? A Kárpát-medencei magyarok kohéziója ölt testet a Zalai Nemzetközi Művésztelepek záró kiállításában. A 26. alkalommal megrendezett szimpóziumon 18 művész vett részt, akik 10-10 napot töltöttek a programhoz csatlakozó települések valamelyikén. Én tulajdonképpen Nagyváradon élek. Azt mondtam, hogy ez egy vicc, hogy minket levágtak a határól, tehát hogy ez egy véletlen volt, és nagyon úgy érzem, hogy mi azért ide tartozunk. Magyarország és Erdély mellett Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából és Ukrajnából érkeztek magyar gyökerekkel rendelkező alkotók az idei táborba. 26. alkalommal szerveztük meg a Zalai Nemzetközi Művésztelepeket, alkotótelepeket. Elsősorban festők vannak, festők voltak ebben az évben is, és az elmúlt években is. Különböző
stílusú, különböző témájú, különböző feldolgozású festményeket látunk, illetve kiváló plasztikák is vannak két fiatal művésztől, amelyek azt mondom gondolatébresztőek. Egyrészt nyilván sokféle stílus és sokféle téma van, azt gondolom, hogy mindenki megtalálja maga által legérdekesebbet. Vannak tájképek, zalai táj, a zalai vidék megfogta nyilván az itt lévőket, illetve vannak elvont, elgondolkoztató, izgalmas képek is. A kérdés talán nem is annyira hangsúlyos, de negyed évszázada folyamatosan jelen van. Beszélhetünk-e bármilyen közös halmazról a világ különböző pontjain élő magyar művészek esetében? A ízlési világú gondolatok azok egyértelmű. A barátaik, a román, ukrán barátaik gondolatvilága jelenik meg esetenként másként a festészetben. Itt az Olgának a képe kimondottan olyan, amelyik talán egy sajátos gyökereket és sajátos gondolkodást bemutatott, rendkívül izgalmas képek. A negyed évszázados szimpózium annak idején a rendszerváltást követően azzal a céllal indult el, hogy a határon túli magyar művészeket megszólítsa. Ez itt az ötödik alkalom, amikor jelen vagyok, és vannak még alkotótáborok, ahova járok Magyarországon. A feltöltődés az, hogy csak ezzel foglalkozhatok. Két heten keresztül, szűk két hét alatt, nem kell főznöm, nem kell arra koncentráljak, hogy a minden napokra figyeljek, hanem tényleg csak azon jár az eszem, hogy hogyan is pakoljam azt a papírdarabot arra a bizonyos részre, vagy hogyan rajzolja meg azt a, hogyan komponáljam be a teret. Resznekén egy malomban töltöttem négyed magammal, tehát négyen voltunk azon a helyen, jól éreztük magunkat, szerintem nagyon jól, tehát amellett, hogy nagyon törődtek velünk, foglalkoztak velünk, tudtunk alkotni, dolgozni, hatással voltunk egymással, hatással volt rám a táj, ezeket a lankás vidékek az, amik nagyon megnyerőek számomra. Merített papírral szoktam dolgozni, idén tűzzománcokat is készítettem. Ezek a tűzzománcok olyan vázlatok alapján készültek, amit a múlt évben, vagy múlt év előtt a zalai tábor keretében vázlatoztam. A művésztelepet többnyire visszatérő alkotók látogatják, közéjük tartozik Fazakas Barna, aki 12 éve nélkülözhetetlen tagja a csapatnak. Mikor egy ilyen helyszínre meghívnak egy alkotótelepre, akkor felderítem valamennyire, fényképezőgéppel 5 heteket fotózok, kompozíciókat, és talán a többi az már csak mese. Tehát beleképzelek dolgokat, elválaszthatok, tehát a hely illet, ihlet, csak nem konkrétan úgy, hogy most reproduktívan festek egy házat, hanem tovább viszem kicsit ezen az életben, és ezt csinálom. A csíkszeredai születésű fiatalember jelenleg Belgiumban él, de fontolgatja a hazatérést szülővárosába. Naponta 1-2 órát fest, amennyit szűkre szabott szabadideje enged, hiszen főállásban vendéglátós, amúgy pedig DJ és még sok minden más is. DJ-ként jobban ismertek a szülővárosomban is, és aztán kiderült, hogy azért festegetek is, van, aki festőként ismert, de nem díj, vagy grafikusként, mert reklámgrafikus voltam 12 évig. DJ-zek 24 éve, mindent csinálok, de igazából most kezdenek ismerni, de egy magyarországi szinten szerintem nem nagyon vagyok így nyilvántartás. Itt a telepen már, igen, de amúgy nem mozogtam olyan körökben. A zalai nemzetközi művésztelepeket és a záró kiállítást a Zaláért Egyesület és az Együtt a Jövőért Egyesület szervezi, többek között a Humanitás Zala Alapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Annak idején abszolút jellemző volt az, hogy úgy tudtuk megszervezni, hogy önkormányzatok, művelődési házak, közösségek fogadják őket, és vannak találkozási pontok. Az egyik legutolsó találkozási pont nyilván a zárókiállítás, és
a különböző helyszínek azok változnak, de a 26 év alatt majdnem minden nagyobb településen megfordultak. Most az idén például van Zalakaroson, Hévízen, Zalapaksán, Szilvágyon, Reszneken, Tóth-Szentmártonban, Tóth-Szerdahelyen, tehát, és a fogadó is különböző. Van, ahol magánszemély, van, ahol önkormányzat, van, ahol művelődési ház. Tehát sokszínű az a közeg, akit izgat, érdekel, és értékteremtőnek tartja ezt a vállalkozást. A HSMK Ősz András galériájában szeptember 10-ig látogatható a kiállítás. Magazinunk végén nézzük, mi történt az elmúlt napokban a nagyvilágban. Augusztus 29-e a Magyar Fotográfia napja, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége, azaz a MAFOSZ 2003-ban kezdeményezte, hogy legyen egy nap, amelyen a magyar fotózást ünnepeljük. A dátumválasztás nem véletlen. 1840-ben, egy évvel a fotográfia megszületése után, ezen a napon készült először nyilvános helyen fénykép Magyarországon. Válas Antal mérnök és tudós ember a Magyar Tudományos Akadémia elődintézményének nagygyűlésén mutatta be, hogyan lehet daguerotípiát készíteni, azaz fényérzékeny nyersanyagon képet alkotni a fénysugarak segítségével. Az eljárás szemléltetéséhez a Dunát és a Királyi Várat választotta témának. Még abban az évben megrendezték az első hazai fotókiállítást, majd sorban nyílni kezdtek a daguerotípia műhelyek, és megjelentek az első fényképészeti lapok is. A krimik koronázatlan királynőjének újabb történeteit viszik képernyőre. A BBC 7 Agatha Christie regény megfilmesítési jogát szerezte meg, mintegy 20 millió fontért. A filmeket a következő 4 évben forgatják le, a feldolgozásra váró kötetek közül eddig még csak 3 címet hozott nyilvánosságra a brit közszolgálati média. Az ABC gyilkosságokat és az alibit már biztosan látni fogják a rajongók, és legalább egy kuriózum is lesz a filmek között. Az És eljöjj a halál című regény azon kevés történetek közé tartozik, amelyhez eddig még semmilyen adaptáció nem készült, ráadásul a krimi pikantériáját adja, hogy az egyetlen olyan Christie történet, amely nem az írónő korában játszódik, hanem az ókori Egyiptomban. Egyébként egy tavalyi felmérés szerint a 126 évvel ezelőtt született krimi királynő életművének legnépszerűbb darabja a 10 kicsi néger. A művészet mindenkié. Ezt a nézetet valószínűleg az a londoni dizájner is osztja, aki kutyáknak rendezett kortárs kiállítást nemrég Londonban. Dominik Wilcox és művésztársai olyan interaktív tárlatra várták az érdeklődőket, amelynek ugyanaz volt a célja, mint bármely más kiállításnak, lázba hozni a nézelődőket, akik ez esetben éppenséggel négylábúak voltak. A helyiségben talajszinten elhelyezett és a kutyák számára is érzékelhető színekkel készült festmények kaptak helyet. A multimédiás eszközök és az installációk pedig a házi állatok kedvenc elfoglaltságait és olykor illatait is idézték. A kortárs kiállítás a Playmore kampány része volt, amely arra ösztönzi a gazdikat, hogy több időt töltsenek négylábú pajtársaikkal. A Magyar Fotográfia napjáról a Kanizsa Fotóklub tagjai is megemlékeztek. Legújabb kiállításokról jövő keddi magazinunkban számolunk be. Köszönöm a figyelmüket, nézzenek minket legközelebb is, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.